Nagyon kreatívak. 2022-ben is magáénak tudhatja a Tolna megye legaktívabb iskolája díjat a Tamási Würz Ádám Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. A fenntarthatósági témahéten való aktivitás jutalma a másodízben megszerzett elismerés, tudtuk meg az intézmény egyik tanárától. Egy fenntarthatósági témahét nevezetű programsorozatba kapcsolódtunk be 2 évvel ezelőtt, ami nagyon-nagyon sok mindent tartalmaz, ami a gyerekek környezeti nevelésével kapcsolatos. Az elemgyűjtéstől kezdve a szemétszedésig, a rajzpályázatokon keresztül, különböző versenyekben való részvételig, illetve magába foglal egy egész hetes a fenntarthatósággal foglalkozó tanórákat, tanóramenetekeket, foglalkozásokat, ami ezzel a témakörrel kapcsolatos. A legaktívabb iskola díj a tanévben végzett munkát ismeri el, ami egy visszajelzés is az intézmény számára, hogy a diákokat jó úton terelje a környezettudatosság felé. A megjelölt téma, amire építeni kell a foglalkozásokat, mindig más. Idén az ivóvíz minőség védelme kapta a főhangsúlyt. Miniszterelnökségen keresztül egy pont velem non-profit Kft. Koordinálja, és ők azok, akik ezt az egészet összefogják. Ők szervezik a különböző gyűjtéseket, például használt elemgyűjtés, volt ruhagyűjtés, olajgyűjtés, használt sütőolajgyűjtés, ezeket mind-mind ők koordinálják. A fenntarthatósági témahéten való aktív részvétel is bizonyítja, hogy az iskola elhivatott a környezetvédelem iránt. Az intézmény aktív munkáját már márciusban is elismerték az Ökoiskola címmel. Szeptembertől pedig folytatódik tovább a környezettudatosságra nevelés a Tamási Általános Iskolában.